Sziasztok! Ma folytatom a Rome Total War Remaster Dark Mode végigjátszásomat a gallokkal, és itt maradt abból, hogy sikerült legyőzzek Brutuszi sereget, ugye egy nagyobb Brutuszi sereget győztem le, és ugye megtámadták Medolániumot, ami szintén ugye fel kell szabadítsak, utána irány Ariminum, és el kéne foglaljam Segestát. Utána pedig jó lenne elfoglalni Aretiumot, a gond az, hogy határos leszek ugye magával, a szenátussal, és ja, az nem lenne a legjobb. Ám bár jön ugye az erősítés, csak a gond az, hogy hadra kerültem a germánokkal. General, kill them! Oké, ezt a sereget szerintem annyira nem lesz nehéz legyőzni, mivel ezt a sereget is csak egy kapitány vezeti. Units! Units, make haste! Reinforcements have arrived! Eager for the taste of enemy blood! Oké, ugye leginkább Hastati, és ha jól láttam, egy csapat Principész, ugye? A Hastatikat amúgy viszonylag könnyű elintézni. Jó lenne rámenni az ellenséges kapitányra. Oké, azt mondom, hogy azt a csapat Hastatit el is tudom intézni. Á, ott van egy másik mondjuk. Az AI valójában egész jól próbálja védeni a csapatait. Annyi az egész, hogy a háztáték azok nem... nem valami bátrak valójában. Oké, a háztáték megtörnek.
Kicsit amúgy attól tartok, hogy a hadvezérek belehalnak a izébe, a lovasrohamba. Az ugye nagyon rossz lenne. Oké, okay, jó volt. A gond az, hogy nincs pénzünk átképezni. Oké, okay, így most már van. Kicsit rossz amúgy, hogy ezek a germánok megtámadtak. Fresh warriors have arrived. Perhaps it is the time to send them to kill the enemy. Igen, ugye meg kéne ők a kapitányt, és utána pedig ezeket a lángyás hadicsapat, vagyis igen, lángyás hadi, valójában falangszos hadicsapat. Ugye lángyájuk van, de nem olyan hadicsapat, mint az enyém például. Jobbak. Warlord shows his worth. Nothing. Any of our warriors would die rather than run. Units charge! Units, get up! War chief, and ready. Warband! Units charge! Units charge! Warband! Units charge! Units! Warlord lies dead. Now he can drink with his ancestors and watch his warriors flee. Okay, ez nagyjából ennyi volt. This is no longer a battle. This is a hunt. No, a coward chase. Victory. Oké, okay, amúgy kéne hadvezér ide, és sereg erre. Mivel kéne építenem ide egy tornyot, hogy lássam, hogy mikor jön az ellenség. Plusz Aléziába kéne képezzek némi elitebb egységet, hogy ugye megvédjem. Ám bár a következő körben támadom Mogontiacumot. Thank you.
Oké, azt hiszem jöhet egy körváltás, várjunk diplomata. Irány a trákokhoz. Oké, van esélyre, hogy a britonok is megtámadnak. Várjunk, hol van a kémem? Ja, megvan. Oké, kéne építeni valami gazdaságot is. Oké, hogy elnézem, itt lázadás van. Rendben, ezeket a rómaiakat itt le kell győzzem. Oké, ugye kell a két gyalogos egység, és... ja, szerintem sikerül megtörni ezeket a háztátikat. Valahogy ugye hátba kéne rohamozzam a izét, az egységeket. Oké, okay, egész jó volt. Jó lenne elkapni őket teljesen, ugye az extra tapasztalat miatt.
Oké, okay, ugye ezt a két egységet át kell képezzem, és ha ezt a római sereget legyőzöm, akkor el tudnám foglalni Szegesztát, és ugyanúgy Aretiumot, és ha megvan Aretium, akkor hát a rómaiaknak, ugye a Julius háznak nem annyi, nem lesz végük, de határos leszek a szenátussal, ami nem lesz jó, de szerintem, hogyha jön még ugye ez az erősítés, akkor le tudom győzni őket. Nehéz lesz amúgy legyőzni a rómaiakat, nem lesz könnyű, de szerintem menni fog. Oké, okay, amúgy csatatérről kéne visszalépjek, mert ha nem, akkor utolérnek engem. This is a day of warband. Warband. Units. Units, make haste. Units, retreat. Na ja, ugye nincs semmi értelme ennek a harcnak, mivel csak lemészárolnának minket. Victory and defeat are the... Run! Think very carefully before you reply. Our thanks. A most generous proposal. Ugye kértek tőlem a britonok 100 dénárt 12 körön keresztül, én meg eladtam nekik a térképeimet 1200-ért. Ó, bakker. Oké, okay, tovább is tudom fejleszteni Alesiát, ami nagyon jó. Yes. Attack. General. General. March. Yes. Attack. We shall rule. Chief. Yes. Move out. Yes. Forward! Yes, General! Forward, armies! Yes! March! Oké, okay, amúgy ezt a római sereget akkor le kéne győzzem, ezzel a sereggel pedig a következő körben meg is tudom támadni Szegesztikát, vagy bocsánat, Szegesztát. És ja, Julius házat lassan le is tudom győzni. Most nem lesz ugye Cézáruk, hogy megmentse őket. Oké, az ellenségnek ugye most rendes tábornoka van.
Az szép. Now he can drink with his ancestors and watch his warriors flee. Futnak a izék, a principészek is elég gyorsan. Wow, oké, ez jó volt. Ja, ez nagyon jó volt. Az az előre támadás a hadvezérrel az érdekes volt. Lehet amúgy, hogy azért támadott ugye az AI előre a hadvezérrel, ugye a lovasokkal, mert ugye ő csak a izét vette úgymond figyelembe, az előcsatározókat. De ugye a hátuknál ott voltak a izék, a hadi csapatok, akik egyre tapasztaltabbak és tapasztaltabbak. Oké, nagyjából ennyi volt. Remek, jó voltam úgy, mert megszabadultam ugye egy nagyobb csapattól. Nézem amúgy, hogy milyen izék vannak, milyen képességek, úgymond, vagy nem képességek, hanem követők, ugye, melyik karakternek milyen van. Itt van ugye a frakció örökös, aki hol is van? Sequani? Vagy Genovában, Genova. Várjunk. Ja igen, ő itt van. És... itt amúgy melyik a legfiatalabb hadvezérem? Ez a karakter ugye Lugotorix, ő rendkívül jó karakter, ugye, bár... és hát jónak jó karakter, de ugye csak 25 éves, ami oké. Neki kéne adjak valami cuccokat, valami képességeket. Frakció vezetőtől... nem lehet elvenni tőle az izét, a bardot. Vagy várjunk, csak a izének lehet átadni, a frakció vezetőnek? Nem, nem, várjunk, én kiválasztottam ugye Lugotorixot, és akkor kéne neki adjak... igen, a bardot neki adom. Mert ugye az a frakció vezetője, az már nem kell neki, plusz... várjunk, a slave-et, slave, ugye, azt nem lehet, mert van már neki, oké, ugye civilized slave. Drinking companion, nem kell. Uncle, nem ad semmit. Exotic slave. Azt nem, famous warrior.
Ha okay, minden igaz, akkor meg kell kapja ezeket a képességeket majd. Igen, idővel. Várjunk, ennek a karakternek ugye, aki Voteporix of Dubis, neki kéne ilyen, hogy management. Oké. Azt hiszem jöhet még egy körváltás, ám bár ezeket a lázadókat talán le kéne győzzem, ám bár... Ja, győzzük le őket. Valójában át kéne képezni ezeket az egységeket amúgy először. Ez gyors volt. Oké, amúgy ezt a két csapat gyalogost ugye át kell küldjen Medalániumba, plusz még itt át kell képezni ezeket a lovasokat. Oké, azt hiszem ilyet még egy körváltás. Oké, szóval ugye a Julius háznak van három területe. Ami nem valami sok. Oké, okay, itt van némi diplomata. Meg izé ugye. Görögök. Oké, okay, mindegy. A most generous proposal. Would you consider? Oké, okay, hogy elnézem, csak 1200-at adnak a térképeimért. Would you consider? Vagy még annyit sem. Would you consider? Would you consider? Fenébe. Would you consider? Until next time. Mindegy. Regretfully, we must decline. Aww.
once. Welcome, friend. Yes, master. Várjunk, ez is izé terület. Ne, ez trák terület, oké. Okay. Na jó, kaptam ugye még 1000 dénárt. Az még némi átképzés. Plusz építeni is tudok valamit, ha minden igaz. Can I be of service? Oké, okay, a kereskedőn pedig már 110 dénárt ad körönként. Ami egész jó pénz. Orders? Ám bár arra gondoltam, hogy a következő kereskedőmet le fogom küldeni Afrikába, vagy esetleg Egyiptomba, ugye Kartágó területére, vagy Egyiptom területére. Yes. Orders. Yes. Splitting the troops. General, attack. Begin the siege. Settlement under siege. Build tower. March. General. Yes. Rendben, támadom. Annyi az egész, hogy Aretiumot és Asculumot nagyjából egyszerre kéne elfoglaljam, hogy a frakció meg is semmisüljön. Itt van ugye a szenátus. Ó, várjunk. Hol vannak a csapataik? Ó, meg lehet, hogy nincsenek is, nincs nagyobb seregük. Oké, okay, a Brutus... Mi a fenne? A Brutus házé Capua? Az érdekes. Várjunk, hol lehet megnézni, mennyi a korrupció? Mínusz 193. Ha ezt megépítem, csökken 36-tal. Oké, okay, az is ugye 36 dénár bevétel körönként, szóval, ja. Az is valami. Hogy elnézem, ezen a területen vannak izék, vannak lázadók, mert ugye Devastation miatt veszítek 27 dénárt. Szóval ott valahol vannak lázadók. A most generous proposal. Oké, jó volt. A most generous proposal. Tökéletes. Medalániumot jó lenne továbbfejleszteni, és ugye azt úgy kéne megcsináljam, hogy paraszt egységeket hozok, például Genovából és Avruticumból, és ugye itt leszerelem őket. Ha minden igaz, akkor két egység elegendő is lesz. General.
Ez a város mindössze 5 körig bírja. Itt pedig növekszik a korrupció. Oké, ha ezt megépítem, ugye 34-jel csökken, ha ezt megépítem, 4-jel nő a bevétel, és 1-jel nő a korrupció, szóval a korrupció csökkentés ugye az... az a legjobb bevétel, úgymond. Oké, bár arra gondoltam, hogy zárom a videót lassan. Meg lehet, hogy a következő részben már ugye a szenátus ellen fogok harcolni, és még az is meg lehet, hogy Rómát el tudom foglalni. Oh, hello. Á, ez egy rajtaütés. Oké, remélem, hogy a lovasok le tudják győzni őket. Oké, ez jó volt. Egy csapat háztátival kevesebb. Oké, ugye Mogontiacu még 2 körig bírja. Plusz nem látok izét, nem látok germán csapatokat tartani felém. Á, fenébe! Jó, mindegy. Besieging settlement. Oké, ugye a Julius háznak vannak egységeik, de nagyon kevés és mindössze tapasztalatlan háztátik. My lord, you are mistaken, sir. At once. Unable to move. Itt valahol kell legyen egy izé, kell legyen egy város. Can I be of service? Oké, még egy kereskedőt egyelőre nem tudok képezni. Ó, vagyis de, csak ugye megvan szabva, értem. Szóval a kereskedők úgy működnek a játékban, ugye nem mint Medieval 2-ben, hogy megvan szabva például, hogy 6 kereskedőd lehet, és azt bárhol le tudod képezni, hanem minden város elő tud állítani egy kereskedőt? Jó tudni. Én meg mind várom, hogy legyen izé, legyen... ugye hely, hogy tudjak képezni még egy kereskedőt Aléziában. Aha, vágom. Na jó, a kereskedőket le kell képezzem.
mert valójában ugye jó bevételt fognak adni. Ú, itt van izé Flavius Julius. Na jó, már arra gondoltam, hogy zárom a videót, és akkor a következő részt ugye azzal kezdem, hogy legyőzöm Conan kapitányt, és utána pedig körváltás. Ja, akkor kb. Ennyi lett volna, és legyen az, hogy Gallok 2. Legyen ugye több úgymond biztonsági mentés. És igen, kb. Ennyi lett volna. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!